Ez a lakás már majdnem elkészült és várja tulajdonosát. Az ingatlanok vásárlásakor azonban fontos tisztában lenni néhány adózási szabállyal, ilyen például a vagyonszerzési illeték megfizetésének kötelezettsége. Ehhez az építmény forgalmi értékének a megállapítása szükséges, amit egyes esetekben a NAV munkatársai végeznek helyszíni szemle során. Ez a vevő számára nem jár költséggel. Abban az esetben, hogyha értesítést kap az adózó a helyszíni szemléről, akkor lehetővé kell tenni azt, hogy a hivatal munkatársai bemehessenek az ingatlanba. A szemle során különböző dokumentumokat kérhetnek a kollégák, ez lehet személyigazolvány, adóazonosító kártya, esetleg az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok, például értéknövelő beruházásokhoz kapcsolódó számlák, szerződések. Ezután pedig megkezdődhet maga a szemle. A folyamat során a NAV munkatársai jegyzőkönyvben rögzítik a ház vagy a lakás állapotát. Fényképeket is készítenek ezekről, ilyen szempont például az, hogy hogyan és milyen anyagból épült az ingatlan. Milyen helységek vannak, milyen felszereltségű, milyen készültségi állapotú, ezeket a jegyzőkönyvben rögzítik, és benne a hivatalban összehasonlítják a hasonló ingatlanok paramétereivel, és a vonatkozó jogszabályok alapján fogják pontosan meghatározni az illetéknek az összegét. Ha a szemle időpontja nem felel meg az adózónak, akkor lehet új időpontot egyeztetni. Azonban aki akadályozza az adóhivatal munkáját, arra bírság is szabható ki, amely akár 1 millió forintig is terjedhet. Aki pedig egyáltalán nem ér rá a szemlén megjelenni, teljes bizonyító erejű magánokiratban adhat meghatalmazást, amit be is kell mutatni.